A felszólító mód. S, S, Z és T végű igék. Segíts nekem! Hajtsd le a WC ülőkét! Olvas több mesét! Légy szíves, mosogass el! Borotválkozz meg! Mielőtt belekezdesz ebbe a nyelvtani részbe, nézd meg ezt a videót a felszólító mód általános használatáról és a szabályos alakokról. Az S, S, Z végű igéknél a felszólító mód J-je hasonul az utolsó mással hangzóhoz, így ezt megkettőzzük. Határozatlan ragozás. Határozott ragozás. Nézz oda! Mossátok meg az almát. Borotválkozz meg. Keressünk egy jó filmet. A T végű igéknél többféle változat lehetséges, attól függően, hogy milyen hang előzi meg a T-t. Az ít, üt végű igéknél a J-ből S lesz. Ha a T előtt más magánhangzó áll, nem I vagy Ü, a T és a J helyett dupla S áll a szó végén. Ha a T-t S vagy S előzi meg, dupla S vagy hosszú S áll a szó végén. Határozatlan ragozás. Határozott ragozás. Szeressük egymást. Melegítsd meg a pörköltet. Töltse ki a táblázatot. Lazíts egy kicsit. Gyakorlás. Segítsen Katinak. Segítsünk Katinak! Segítsetek Katinak! Utazz, utazzál el pár napra! Utazz,
Utazzunk el pár napra. Utazzatok el pár napra. Bontsd fel a csomagot. Bontsa fel a csomagot. Bontsátok fel a csomagot. Keresd meg a kutyát. Keresse meg a kutyát. Keressük meg a kutyát. Köszönöm a figyelmet. Találkozzunk legközelebb is. Viszlát!